Kakuk Marci vadász kalandja Szép holdvilágos éjjel szöktünk meg minden motyónkkal. Jó nagy batyunk volt, mert összeszereztünk mindenfélét. Egy váltó ruhát, több váltó fehér neműt, ezt-azt. Akár házaló zsidóknak is nézhettek bennünket. Szóval szoktunk is cefetül, mikor felértünk a hegyoldalra, ahol az út a havasoknak ment már felfelé az istenverésébe, a szőlők közt. Úgy volt, hogy itt a hegyoldalban találkozunk négyen. Csurinyák, a szobafestő segéd, az énesztikémnek a bátyja, és az a bányász, aki felrobbantotta a felőrt. Az a gyilkos. Nem is én, de a társam soma beszélte meg ezekkel, hogy itt találkozunk velük. Soma fújt nagyon is egy követ ezekkel a zavargókkal, addig is, nem én. Most meg mióta a csendőrök szagláztak a nyomunkban, hát soma lehetett a tanácsadó legjobban köztük, hogy mit évők legyünk. Na! Ott szuszantjuk ki magunkat az úttól nem messze egy kis üres sajtóház tornácán a szőlő közt. Még éppen nézem a soma árnyékát a holdvilágon, mintha ránk lesne ott a falról egy dézsa fejű ördög. Éppen olyan. De soma egyszerre így nekem. Te, én egyet mondok, még jó, hogy késnek ezek. Késsenek el is maguknak a nyakunkról, még a világ meg két nap. Hogyhogy? Hogy kérdem erre. Már cserbe akarod hagyni őket? Akikkel együtt mocskoltad be a kezed embervérrel, és még engem is te hozzájuk erőszakkal eddig? Ne ugass másról! Soma erre nekem. Csak arról, hogyha eddig nem volt kedved ezekkel együtt lenni, most mitől jött meg hirtelen, mikor én mondom, hogy hagyjuk őket a penészbe? Már én erre méregbe jöttem. Így kezdem ha valakit zár alatt, nem a tömlöcben fognak tartani, hanem a bolondok házában az éppen így néz ki, mint te. Eléb nem, én istenkedtem neked, hogyha szökünk is, ne egy gyilkossal szökjünk. Arra te azt mondtad, hogy ez a bányász, ez a gyilkos, gazdag aranytolva, aki mellett nem koplalunk a hegyekben, mert ellátja a pereputtyas, jó szurdékot tud, és az apja hamar elsímít mindent a bányatelepen, úgyhogy bátran visszajöhetünk ebbe a jó helybe. Hát ez így igaz is, bólintott rá Soma. Akkor hát minek forgatod a szándékod úgy, mint a kerti szélkelep? Rá én mérgesen. Mert csak rájöttem, ha ezekkel mégis elcsípnek, akkor már mint bűnrészesek, nem mint tanúk kerülünk csendőrkézre, és azok aztán nem símogatnak így vissza nekem Soma. De már nekem csak a düh feszengett a begyenben és csak inkább azért, hogy igazat ne adjak Somának, így én. Nem beszéltünk már egyszer erről? Hát most már én tartok amellett, hogyha a csendőrök teszik ránk a kezüket, így is úgy is eltángálnak. De mégis, ha itt ennek a bányatelepnek a környékén fognak el, hát itt van egy-két jó emberünk, aki kiszabadíthat. Csulinyák huga, Eszti. Mindig szólhat értünk a bányaigazgatónak vagy a sógornőjének. Ebből erősködtem Soma előtt. De megmondhatom, az én eszemben más járt, hogy itt a bányatelep körül volt bújkálhatnékom. Szerettem én nagyon azt a fehér gyenge húsú Esztit, a bányaigazgató szobalányát. Hát a madár se vágyik vissza jobban a fészkére, ahogy én epekedtem magamban az a lány után. De hova is beszéljem? Soma is azzal állt nekem erre rögtön. Kisebb tásd a szárt, te tolvaj, többet, hogy minek maradnál te erre inkább. Eltűrnéd tán a karperecet is a kezeden a csendőröktől, csak hogy valahogy visszaülhess az ezt itt pendejére. És ha te mondtad ki, és én rád hagyom, szólok erre. Hát soma. Akkor is. Azzal nem leszel hamarabb a babád mellett, hogy a bátyjával ezzel a munkás lázítóval csípnek el, és ezzel a dinamitos gazemberrel. Még inkább nem. Még úgy inkább, hogy ezeket külön fogják el az én asszonyom bevádolására elébb a csendőrök, és kiszorítják belőlük a tettességet. Akkor már minket csak tanónak köröznek, és ha nem, te jelentkezhetsz, ha akarsz. Nem hamarabb kerülsz akkor a babáddal össze. Csak tegyük fel. Ezt nekem soma. De hát most már mi legyen? Se té, tova nem jutottam a tanakodással magamban. Csak somával nem hagytam a magamét, és veszekszünk ottan. Na, mi lett ebből? Egyszerre a szőlő alul, a fényes holdvilágon látjuk, hogy jönnek az úton, de batyú nélkül Csurinyák Feri, a szobafestő és buzugó Így hívták ezt a gyilkost. Na, a kis sajtóházzal szemben megállnak az úton, és utánon kiabálnak lassan. Hé, 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 te! Itt vagytok! Soma meglökés súgja. Ne szólj! Jobb, ha nem találnak ránk itt. Rám hallgass, de ha feljőnek és meglepnek itt, legyen akkor, tartsunk velük! Legyen! Rá én is erre lapítunk hát ottan somával. Lentről újra buzugó, csurinyák. Éj, hey, te! Nem vagytok itt? Hát, ha feljebb vannak. Nézzük meg! Á, ah, hallanák! Így azok lennek egymásnak. Micsoda? Egyszerre buzugó csurinyáknak. Én azt mondom neked, Feri, hogy ezek ketten csak a féle utolsó országúti tolvajok. Soha se voltak ezek mesteremberek. Engem egyik se fog kiadni attól, nem tartok. Kibáltson, ma, aki csak velem rothad a tömlött mert rá a bűnrészesség rá is. De ne reszkes. Apám elnémítja azt a banyát, aki a dinamitról tudott. Semmi se lesz ebből. Erre csurinyák így kérdi. Hát ne várjuk őket. Jobb? Azt nem mondom, szól buzugó ez a gyilkos. De nem nagy öröm ilyen perna hajderekkel egy lepényt harapni. Hű az anyja teremtését! Még azt hald! Én somának súgva. De mi? Most csurinyák. Soma, az még hagyján. Annyi, hogy a torkának nem tud parancsolni, ha deciplát, hanem a társát, ezt a kackit, ahogy soma hívja. Ezt a kakuk marcit, ezt utálom iszonytatóan én is. Ronda ez. Az urak mellett kontrázott rám inkább, mint egy kukkot ellenük, mert hogy a bányaigazgató kertjében lophatta a napot. Ronda talpnyaló ez. Csak ne szintem, hogy mellettem erre a soma hosszú lába is rászkódik a kacagástól, de fog és súg. Coki, hadd csak, hallgassuk! Hát, lenyomom csak is a dühömet, és hallgatózunk. Buzugó szól. Na, pedig azt pusmogták erről a kakuk marciról, hogy az eszti hugoddal van jóba. Á, mondja csurinyák. Arra adta, amit pusmognak. Az én eszti hugomnak gurkapali a segédtiszta jegyese. Ilyen kakuk marciba a cipőjét se törli. De nem a büszkeség, hanem mert én is egy ronda piszok pofának látom ezt a kackit. Ennyi azt a... Akarok mozdulni erre, de Soma lefog. Kus, mit mondtunk? Hát hagyjam ezt magamon ettől a mesélő pecértől, mérgesen én. Mondta ezt valaha szemedbe is, amit itt, rólad? Súgja Soma. Nem, felelem. Na hát, ha másnak szid téged, azt neki te is megteheted, ahogy már tetted is, előttem is. Az a fő, hogy mit akarjál összeakasztani, vagy összefogni ilyen kapuszájú alakkal, mint ez. Kivált, ha arra számít az, hogy ez segít neked összetenni a nyomorúságotokat a hugával. Hallottad? Mit várt tőle? Hallgatóztunk ott még ezekre, de egy szavuk nem sok, annyi se volt jó ránk somával. Utoljára buzugó a gyilkos, azt mondja, hát ezek már úgy látszik nem jönnek, mert eljöhettek volna eddig százszor. Menjünk, a szekér se várhat ránk örökétig. Kivirrad itt velünk. Azt nem lehet tenni velük, mondja csurinyák. Mit? szól buzugó. Örülök, hogy van ürügyünk megszabadulni ilyen két széltolótól. Sokan is lennénk négyen akárhol. Hát én is legfeljebb somát sajnálom, ha lemaradt tőlünk, mondja Csurinyák. Hát gyere, menjünk, ne tanakodjunk, buzugó mondja. Mi kiabáltak utánunk, inkább is Csurinyák, mint buzugó, de feljebb nem jöttek, és utoljára is hallottuk, elmennek maguknak. De hogy Somát jobban vállalta mind a kettő, mint engemet, mert hogy Soma hűségesebb hozzájuk, mint szusztás, csak jött, hogy röhögjek magamban. Mert még ahogy az úton tova láttuk haladni őket a fényes holdvilágon, Soma éppen azt magyarázta nekem, hogy csak az a kár, hogy ő is benne van a dinamitozásban bűrészesnek, máskülönben egy pár pengőt szerezhetne azzal, hogy besúgja a nyomozó csendőröknek ezt a gyilkos aranytól vagy buzugót és a nyálas társát, csurinyákot. Így a derék Soma. Na, mi lett tovább? Már én Somára hagytam egészen, Hogy irányítsa a büdöst, amelyre jobbnak látja. Hát Soma ókum lát, ókum lát, magában, Egyszerre így nekem. Egyet mondok. Most legjobb, ha el sem mozdulunk innen estig. Holnap indulunk majd innen tovább ilyenkor. Még akkor se biztos. Hogy-hogy? kérdem. Mit csináljunk itten? Azért ugrasztották ki -e az ágyamból, hogy itt jobban aludjak a pucérföldön? Te mafla vagy ehhez, kezdi Soma nekem. A szállásunkról el kellett jönnünk. Le nem füleltetjük magunkat, ha csak megint tanúvallomása is tartanának benne az őrtanyán. Egy asszony szájára nem bízom a bőröm. De nem ez most a beszéd, hanem az, hogy nem arra szökünk, amerre akartunk neki ennek a vadonnak. Nem. Hát, kérdem. Ide hallgass, rásoma. Jó ruhád van. Nekem is. Tiszta váltó fehér nemünk. Még egy más mink is. Ezzel legjobb, ha vissza el a városba szökünk, ne a hegyek felé. Mert ha csak ugyan a sarkunkba uszítja az a banya a csendőröket, akkor azok is inkább a hegyeknek orrontanak, hogy szöktünk. És ahol csak itt-ott pár ember van, az hamarabb kiad idegent. De a városban eljárhatsz. Akár fényes nappal a rendőr előtt is. Pláne, hogy papírunk van. Névre is, nem is. Hát csak rám hallgass. Estem a szabadba eddig. Csak azt értesd meg velem, hogy minek kell erre még itt várjunk holnapig vagy tovább. Így válaszolok én. Mire? Soma vissza nekem. Arra, hogy ezt már én tudom. Ezekkel a batyukkal nem mehetünk. Kuferbe kell tenni a motyónkat. Urasan. Húha, mondom. Én ahhoz is hozzászoktam, hogy a féderes hintót, amivel utazom, négy paripa húzza vágtába. Nem móka te, kancsi tolvaj, mondja Soma. Most urasan élünk egy darabig, meglásd, pénz lesz, mint a szemét. Csak hadd menjek le holnap éjszaka a faluba. Hiába faggattam Somát, mit akar csinálni csak annyit bököd ki, hogy kufferral és szekéren fogunk a városba érkezni. Meglátom. Hát, gondolkoztam. Utoljára így én somának. Hát, alhatunk itt, nem bánom egy éjszakát, de már holnap éjszaka, ha neked van szíved lemenni a faluba valami gasságban, nekem is van szívem, hogy lemenjek esztikéhez a kedvesemhez. Az nem lesz jó, rázza fejét Soma most nem lesz jó. Lesz rá még alkalmad jobb. Most nem kell lássanak a faluban is, kell itt a motyunknál maradjon valaki. Á, csapok én oda a sajtóház tornácának az oszlopára, hogy reng az egész kaliba. Repegy meg a gasságaiddal együtt. Nem viszel bele többet. Nekem most is mi bajom lett volna itten? És mi bajom lehet? pláne ha elszöktek ezek ketten, akkor már a csendőrök gyanúját is magukra vették, ahogy jár is rájuk az. Én már nem is félek itt maradni. Megyek is le a faluba. Na erre soma láttam, kegyetlen megrettent. Kezdte csak azon, hogy hát nem ő hívott kóborolni a világba? Nem ő segített helybe engem ebben a faluban? Van pofám itt hagyni őtet a bajban? De én, nem és nem. Erre Soma aztán a fenyegetéssel állt nekem. Hogy talán azt gondolom, ő nem állt ki engem, hogy hány pénzt érek, és ha tegyük fel, kiszabadulnék a csendőrkézből, mint országúdi csavargó, majd a bányászok, akik eltették lábalól a felőrt. Épp kézláb hagynak itt engemet? Nem hallottam csurinyáktól az elép, hogy szeretnek, kinek tartanak? Így somarám, Persze egy kicsit lelapadt a kidüllesztett mellem mindjárt. Ugráltam persze, hogy így és úgy, gyilkos harami a banda cinkostársa, nem leszek és így tovább, meg ez, meg az. De hát Soma éppen azzal hogy hogyha lehagyom menni a faluba, megszabadulhatunk innen végleg urasan. Na, így utoljára már csak azt akartam tudni, hogy miben jár a faluban odalenn. Ha nem mondja meg előre, én is megyek le. Erre aztán Soma elmondta, mit forralt ki magában. Hát, szemenszedett gazember volt ez a Soma. De hogy mit is nem mert most, azt sem tudtam rá, hogy röhögjek, vagy a számat tátsam. Hát Soma, az én szusztársam, azt mondálta ki magában, hogy ő a faluba buzugónak, ennek a gyilkosnak az apjához megy le. Minek? Mert, hogy azt mondja neki, a fia jó búvó helyre vitte volna őket magával, de meggondolta, hogy sokan ne legyünk ottan, hát arra kéri az apját, adjon nekünk úti költséget és szekeret a város felé, ahol jobban elsutjanunk. Na, ezt eszeltek is, Soma. Mit szólnak? én már aztán nem ellenkeztem neki semmiben. Jobbat nem tudtam kisütni én se. De hogy történt? Előbb arra szántuk magunkat, hogy lefekszünk és alszunk. Alszunk másnap is egész nap itt ennek a sajtóháznak a padlásán. Este megy le, Soma. Igen, de ahogy ledöglünk, mellettem az én Somám csak forog és nyög és felül és pipára tölt megint. Egyszerre megráz, hogy alszom -e én? Nem aludtam még én se, de úgy tettem, mintha mérges volnék, mit háborgat. Hát csoma kezdi nyíltan mondani, hogy ő nem bízik bennem arra nézve, hogy én őtett faképnél ne hagyjam, ha másnap estig itt maradunk. De jobb is, ha még most éjjel elvégzi a dolgát a vén aranytolvajjal. Annál jobb, ha álmából zörgeti föl, Éppen annyi az idő reggelig, amennyi alatt leszalad a faluba. Én csak aludjak itt nyugodtan. Ezt nekem soma. És utoljára is, csak ugyan szedi magát az én somám, és ott hágy engem magamban. Ott az. Még gondolok ott magamban ezt, gondolok azt közte leginkább, hogy nem kéne nekem is lesutjanni a kedvesemhez, még soma odajár. De hát hosszút kellett volna loholjak a bánya igazgató kertjéig, és ott a kőfalat megmászni, és még azután jött volna a veszedelmesebb, ezt itt felzörgetni a konyhában. Csak azon vettem hát észre magamat, hogy a pipa kiesett a számból. Elaludtam én ott. Mit állt, mit állt, nem, mert a holdvilágból azt sem lehetett tudni, hogy mikor pirkad. Mégis felrezzentem magamtól, Kinyitom a szemem. Nézek. A szőlő közt ketten vagy hárman állnak. Úgy láttam. Az ijegység még a verejtéket is kiszorította a homlokomra. Kik állnak itten? Csak úgy figyeltem oda, hogy alig vettem fel a fejem a batyomról. Azok sem otcantak. De a szemüket szinte láttam, hogy tartják rajtam. Soha a nyavaja törés jobban rám nem jöhetett volna, mint ettől. Én magam sem tudom, hogy jöhetett belém lélek rá, hogy felkönyököljek ottan, is tudni akarjam, kik jöttek ide rám lesni. Szinte is akkor vettem észre, hogy a holdvilág, ahogy nyugszik lefelé, hát a sajtóház eresze alól éppen rám süt. Azokra meg, akik ott a szőlők közt állnak, a sajtóház árnyéka esik. Persze már akkor, mintha súgták volna nekem, hogy ez csak szemkáprázás, nem áll előttem egy fia lélek se, hiszen ők jól láthatnak engem a holdvilágon, és mozdulnának, hogy mozdultam. Hasztalan. A kalapját, a fejét, a kezét, lábát láttam ott minnek a szőlőközt. Láttam, na, mi lett utoljára is. Ahogy ott a hideg is lelt a rettegéstől, csak felkeltem is. Lassan lemásztam a sajtó tornácáról, és oda a szőlők közé. Hát két nagy cövek volt. Ott torhásodtak el. Egy kút lánca göröngyő fájának verték oda le őket. Persze se göröngyű, se veder, se lánc nem volt már ott, és a kút száraz, beomolva. Ezeket a cövekeket néztem én embereknek. Már aztán eszembe jutott az is, hogyha a holdvilág, akire rásüt, lidércet láttad könnyen azzal, de már azért akármi felül okosítottam meg magamat ottan, csak a fene evet, hogy egyedül vagyok, és mibe keveredtem. Már a fejem se tudtam letenni többet. Úgy ültem ott, vártam ott somát, nagyon nyugtalan és rossz kedvel. Arra is gondoltam, hát ha még le is fülelik somát. Így és amúgy csak emésztettem magam egyre. Na, kezdett már jól virradni megfele. Bányászok már mentek az úton len hamarabb is. Na, ezek a tárnák felé. De egyszerre szekér és lefelé a hegyen. Nem is egy szekér. Egy jön. Kettő. Három. Az utolsó, mintha megállana itt az úton. Csak ugyan. Azon ketten ülnek. Egyik ugrik le, és jön fel a szőlőközt. Hát ki? Soma. Na, hamar, hamar csak a motyót, a szekér nem várhat, azután beszélhetünk a szekéren is. Kapjuk a batyunkat csomával. Soma látom, jó kedvében van, csap rám és röhög. Ne tarts most már semmitől a kutya szentségit. Így felugrunk a szekérre. Az valami vizes bánya homokot visz, amit úgy hívtak sáberk. Ennek a tetejébe ülünk somával a batyunkra és szénára. Azzal gyűjt. Hát, ahogy már kezdi zötyögtetni a lelkünket a szekér, soma rákezdi nekem. Csak lassan, ne hallja meg ez a makány, utal a kocsisra soma. És egyszerre kikap a zsebéből soma, vagy három tízest. Úgy lobogtatja a nagy bütykös szőrös mancsában az orrom elé. Idesüs. Mit ugattam neked, hogy urak leszünk? El is mondja mindjárt sugdosódva, röhögve nekem, ahogy szokta Soma, hogyan nyomta ki ezt a sok pénzt a vén aranytolvaj buzugó tárcájából. Én csak a számot tátom, ahogy Soma beszél. Megdörömbölöm az ablakát. Na, ki az? Éppen ő néz ki, a vén vagy. Persze gatyában, ingben, az ágyából. Hát, mit akarok tőle, mondom. De a vén tolvaj néz, néz és ümmöknik, ez nagyon, hogy az ő fia szavára nekem pénzt adjon, mert minek? Szó sincsen már arról, hogy a fia gyanúba is jöhessen a dinamitozásban, jöhet is haza, jön is haza a fia a hegyekből, ahová csak is egy régi bányaművelést ment megnézni, meg ez, meg az. Tehát mégis. Mennyi volna az az úti költség? Legkevesebb száz forint, mondom. Hát erre a vén aranytolvaj majd, hogy az ablak keresztfát be nem töri a fejével, hogy rám Bolonnak Bolannak nézem én őtet. Na-na, csak lassabban. Persze én neki. De ő, hogy mi kényszerítse őtet arra, hogy szökevényeket pénzeljen. Talán egy kis asszony plegyka szájától ijedjen meg, aki meséket talál ki a fiára. Így a vén aranytolvaj nekem, de persze én rögtön. De elfelejtett, hogy annak az asszonynak nem csak a fiadra jár a szája, hogy felrobbantotta a felőrt, hanem rám is, hogy a dinamitot magamnál tartottam, és ha megesküszik erre az asszony, az nem hamis eskü, tudod-e? És az én büntetésem lehet másfél év, de a fiadék kötél is lehet. Hát ez nem ér meg neked egy százast. Akkor nekem se éri meg, hogy éhen kóduljak az országúton a gyilkos fiadért akkor én inkább leülöm a büntetésemet, és jelentkezem még ma éjjel a csendőrlaktanyán. Kiha! Erre a vén arany tolvaj megint a homlokával üti az ablak keresztfát, és hív be, hív be a vagy ne beszéljek ott kün hangosan. Most már az én emberem, láttam, beeresztett. Bementem. De bizonyben még majd, hogy nem a fenyegetésen kezdte hogy azt tudom-e, hogy a rágalmazás ellen is van törvény, és hogy az a bányászné, aki a fiára gyilkosságot plegykált rá, már tudni sem akar erről, amikor megszorították. Hát én hagytam ugrálni a vén aranytól vajt. Csak utoljára mondtam, na, majd hát innen én is elmegyek ahhoz az asztonyhoz, hadlássam lássam, nekem is letagadja, amit rám kiabált. Én is beszélek vele. Na erre a vén aranytolvaj rögtön, hogy újjon ki a két látó szeme, ha negyven pengőjénél több van, vegyem el ezt, elégedjek meg vele. Gondoltam, inkább sietek már utamra. Gondoltam, inkább sietek már utamra. Azt mondom, na, beérem hetven pengővel is legyen, csak ide vele. Erre elég guberált hatvan forintot. Ehol, ez szagolt. Sugdossa röhögé lesz nekem a szekéren, Soma. Vickándozik a szekere, majd lehuppan róla. De még azt is elmondja, hogy egy kuffert is követelt ráadásnak a vén aranytól vajtól. De az nem adott. Mert azt mondta Somának, hogy nincs szükség rá, hogy az ő holmiára ismerjenek Sománál. Micsoda? Megeskedte a keresztre Somát, hogy soha többet a házat tájékára, de még ennek a bányatelepnek a tájékára se teszi a lábát így még áldomásnak pálinkával és kaláccsal is megkínálta somát a vén érc csempész. Na, még ez mind semmi. De ahogy mondja Soma, a pálinkás fristök alatt a vén aranytolvaj, mikor már Soma a keresztre is megesküdött, hogy nem háborgatja többet, hát a Soma szemek közé nézett, és így Somának. De vigyázz, Soma, ha te azt hiszed, hogy holnap nem muszáj megtartani azt, amit ma ígérsz. Hát én arra azt mondom neked, hogy nem egyszer találtak itt már a bokrok alatt holt embert, akiről sosem tudták meg, hogy miért kapott egy golyót a belibe. Erre röhögött ott nekem a szekhéren a legjobban soma. Na persze egy kicsit be is csicsantott éhomra a pálinkás fristöktől. De mégis, Kise találtam volna, hogy mi röhögteti annyira somát, ha a szavába nem esek neki így. Na, na, csak ez nem röhögés, újat húzni ilyen gyilkosokkal, akiknek egy ember, mint a vágó vágócsirke. Hogy mit? Soma mit szólt erre? Csak azt, hogy ha ennek a vén aranytolvajnak annyi kelés nőne a nyakára, hányszor már letejelez nekem a fiáért, akkor flastromból hordanak kravátlit örökkétig. Messze se megyünk többet erről a környékről, majd meglátod, hogy jövünk ide pénz magért, ahányszor szorít a nyavaja, mint a takarékba ehhez a vén aranytolvajhoz, meg a fiához. Ennél nagyobb és vakmerőbb gazembert, mint ez a soma, én soha se láttam. Na hát, csak tanyáztunk ott azon a szekéren. Soma hozatott egy üveg ne a kocsissal. Kínálta azt is váltig. Ittam én is. Már ott az úton, a szekéren valami randaliát csináltunk volna. Előordítoztuk volna biztosan a népeket a faluból, amiken keresztül mentünk. Annyi volt csak az egész, hogy nem sokára nagyon kezdett sütni a nap azon a nyavai az zötyögős szekéren bennünket. Már így hiába. Nem ízlett se a pálinka, se a pipa olyan gyehenna forróságban. Még Soma egy esernyőt készült venni egy faluban ránk, hogy az alatt el legyünk. De hát elálmosodott. El. És ott Soma a szekeren, azon a vizes bánya porondon az még hűvöset is tartott alulról. Elszundítottam én is. Aludt a kocsis is, a gyeplővel a karján, az ülésdeszkán. A lovak mentek és álltak meg maguktól. Nem kellett félni, ahogyan elül a másik három szekér, százszor ezerszer megtették már ezek a szekerek ezt az utat. Ezek a sáberkos szekerek nem a városba mentek, hanem csak egy másik faluba a város mellett. Ott egy nagy kohótelep volt, és éppen olyan üzemek, mint ahonnan jöttünk, sárga patakon. Hanem mi Somával úgy voltunk megalkodva a szekerünkkel, hogy ha leterhel, azután minket bevisz a városba üresen. Így is volt. Leszálltunk Somával a motyónkkal együtt, és megvártuk, míg a szekerünk leterhelé a rakományt. Mit is csinált Soma ez alatt? Ez mindig olyan volt ez a soma, hogy a bolondériájáért felforgatott egy fél megyét is. Most neki kuffer kellett, hogy azzal érkezzünk a városba. Így akarta, urasan. Hát már itt a kohó környékén összejárt a soma, hogy kuffert kerítsen. De nem talált. Valami rongyos, koszlott táskákat ajánltak csak somának, amerre járt, vagy nem adtak kuffert pénzért se ez csomát csak dühösítette és sarkalta jobban. Én már tudtam, hogy inkább a hatvan forintját elfizeti, de kuffert szerez, Soma, hát már nem is vertem rá a számat. Szerez hát kuffert. Hiába. A szekérre kuffer nélkül ültünk újra. A szekér üresen persze jobban hajthatott. Csak ez annyival volt rosszabb, hogy jobban rázott is a szekér. Csak egy rossz kis falu volt a városig, Soma ebben a faluban is leszállt a szekérről, és leszállított engem is, hogy tudakoljak vele együtt, akár kitől is egy kuffert. Hát kaptunk? Itt se. Dehogy kaptunk. Felültünk a szekérre újra kuffer nélkül. Na, még benne sem jártunk a városban. Soma már megint a kufferral kezdte. Azt mondja, ha csak ugyan köröznének, hát ha rendes helyen szállunk meg, csak ringrongy motyóinkon fognak legelőbb gyanút, hogy kiadjanak bennünket. Kuffert kell szereznünk, na! Már nem álltam meg, hogy ne szóljak erre. Mondom, én meg abban vagyok, te hallott, hogyha soha senkinek a szemébe nem akadtunk volna máskülönben, ezért a kufferért csak arra nem szúrtunk szemet, amerre nem jártunk. Á, beszélhettem én somának megállította a szekeret, és elkezdtünk megint járókelőket zaklatni kufferért. Már egy pohos ember rá is kiáltott somára, hogy mit állja az útját, mikor a piac téren ott lel egy cígyártót és bőröndöst, akitől vehet száz kuffert is. Ha meg ócskát akar, akkor ott a zsibáró piac, a vasútállomás mellett. Hát erre az ócskás piacra hajtatott a szekérrel soma. Éppen állt a vásár javában. Rögtön találtunk egy sátort, ahol a temintelen tarka kacat közt kuffer is volt, szatyor is, láda is, ahányat akartunk. Na, a soma szeme egy nagy fényes, sárga, fekete pántos, pikkés, záros bőröndre ragadt oda. Alku erre, alku arra, csak is ez a nagy fényes bőrönd került rá a szekerünkre. Nyolc forint volt. Átraktuk bele a holminkat majd mind belefért. Lepedős ül. Most már hova gyerünk? Soma azt mondta. Csak is a legjobb, ha itt a vasútállomás környékén keresünk szállást. Itt sok idegen jár mégis, hogy közt a szemet nem szórunk. Elég hozzá, hogy oda szekeresztünk egy fogadóhoz. Emeletes ház volt. Nagyon sírt a fala a kőművesek után, de úgy különben szép nagy udvara volt, és színje beálló szekereknek, és az utcára ki vendéglője, kármentővel. Behajtattunk az udvarra, és Soma szobát rendelt kettőnknek közösbe. Egy kövérasszonytól rendelte Soma a szobát, aki elénk jött, és valami hetesért kiáltott. Na, ez a kék kötényes vént róger kapta fel a vállára a kofferünket, úgy vitte előttünk a lépcsőn az emeletre. Soma csak úgy vágott rám szemmel, hogy beszeme észbe, hogy megy nekünk. Na hát igen, de mikor a szoba árát megtudtam, hát rá az inam is megrettyent a térdem alatt. Három pengő negyven volt a szoba napi ára. A kövér asszony térült, egyet fordult, kettőt a szobában megráncigálta a függöny és kérdi így. Hüdőt parancsolnak az urak? Rám nézett az asszony, de én nem tudtam, mit válaszoljak neki. Somára néztem volna, ha soma nem az egyik éjjeli szekrény fiókját matatja nagy zörgetve. Erre a kövér asszony vágott rám egy olyan pofát, mint aki pocsékba hágtam idejövet, és az ajtókos császkács onnan mondta, majd szólnak a -e kell valami. Azzal becsapta az ajtót ránk. A szentségét te! Három forintot akarsz fizetni minden nap, csak amiért fedél alatt hálunk, meleg nyáron? Kezdem Somának ottan a kiabáláson. De Soma, azt teszed a legjobban, ha nem szájasz. Járj rongyokban és háj házjákon és lyukakban, sosem szerzel mást, mint krajcárt. Tehát, hiszen itt egy hetet se húzol ki annyi pénzzel, amivel egy telket vész már, és ökröt lovat. Mire való ez? Verem a számat. Ne ugass! Vissza Soma. Szépen beosztjuk ezt a pénzt. Majd előadódik ittem valami. Neked is van dugott spórolt pénzed. Hadd lássam. Mennyit van? Na hát, megvallottam Somának valamennyi pénzemet, és éppen azon veszekszünk, hogy minek pótoljak én is a szálláshoz, mikor nekem olcsóbb is jó volna, és Soma utoljára és lepiszok zsugorizott, és elvállalta, hogy ő fizet lássam, kivel van dolgom. És ez meg az. Egyszerre ránk kopognak. Ki csoda? Hát, amikor megállt a szekerünk, ott láttunk a kocsma ajtóban kinézni egy kemény galléros, rendes ruhájú embert. Ez jött be hozzánk. Olyan pofája volt, mint egy vizsla kutyának. A félszeme héja valahogy fel volt nőve, hogy azt hitted róla, gyanakszik ez rád valamiért így is kérdi Somától a jó napotra. Honnan szeleltek el maguk erre? Mi, hogy honnan? Támad hogy azt hiszem rögtön a falhoz lapítja a nagy mancsával. Mit tartozik az magára, ki fia bornya vagyunk? Maga mi címen dugja be itt a pofáját, azt tudja inkább? Hát a ragadt szemű erre megrebbent. Jól láttam, de elkezdte a kacagáson. No na, na, hát ne egyen meg, csak benéztem, nem csinálhatunk valami, seftet. Hát, mit seftelhetek én magával? Kicsoda maga? Soma firtatja. Én vállalkozó vagyok, mondja a ragadt szemű. Na, azok mink is vagyunk a társammal, mondja Soma. Mire vállalkoznak? kérdi a ragadt ha szabad kérdezem. Röhög bele a Soma szemébe ez a vaksi. Erre Soma nagy dérrel dórral kapja elé a zsebéből a munkakönyvét, és szól nekem, hogy adjam elő én is a bizonyítványomat. Mert csomának megvolt a munkakönyve. Persze hamis névre, hogy a nyersbőr szakmán dolgozik. Én pedig kaptam bizonyítványt a bánya igazgatóéktól, hogy a kertész munkát jól végzem. Na, a ragadt szemű vizsgálja a munkakönyvet. De megint röhögni kezd, és azt mondja, Hát nézzék, én így sem vagyok rendőrkopó, aki a dutyiba viszem magukat, írás nélkül se. Már erre soma is csak néz, látom, és azt mondja egyszerre, de hát honnan tételezett fel rólunk, hogy mink görbe úton járunk? Na, a ragadt szemű erre megint megijedt persze somától, és dadogja. Hát, hát csak mondom, nem, nem szabad mondani se semmit maguknak. De már soma dühösebb lett csak erre, csak úgy tovább tegezve szorította a falnak ezt a vaksit, hogy rögtön feltörli vele a szobapadlót, ha azt nem mondja meg, hogy mi gyanúsat lát rajtunk. Így. Hát, utoljára is? Mit gondolnak? A ragadt szemű megvallotta nyíltan, hogy ilyen nagy sárga bőrön szúrt neki szemet, a podgyászunk a legjobban. Én már erre nem állhattam meg a röhögést. Soma meg hápogott, tapogott éppen mintha gondolnán, na most meg velem kezdje a házsártos kodást. De hát a ragadt szemű nem is kérdezett engem, hogy min röhögök, hanem ezt nekem mindjárt. Na ja, látom én, hogy a maga ugrál, pedig mit akarok? Ha lemelték valahonnan valamivel ezt a bőröndöt, hát esetleg tudnám továbbítani maguknak a holmit. Megegyezhetünk az árán hamar. Már csak én ugrottam a soma keze elé, hogy a vaksira ne tegye rá. És mondom, hát jöjjön, nézze meg, mi van ebben a kufferban. A kettőnk holmia, más semmi. Mit tudja maga, min kacagtam én? Aminek vettük? Na, mikor kinyitottam csak ugyan a kufferunkat, azt mondja, hiszen gondolom, hogy a nagyvásárra jöttek maguk a holnapi napra ide, mert én is. Nem? Mit kérdezi, ha egyszer tudja, hogy arra jöttünk? Mondja rögtön Soma és rebbent rám szemmel. Nagy gyűlés lesz. Psi! feleli a vágott szemű. Tömve van ma estétől ez az üzlet vidékivel. Szobák mind. Vendéglő reggelig. Az nem rossz, szólt Soma. Az nem rossz. Na, erre állunk ott. A ragadt szemű néz, néz, vizsgál minket. Egyszerre ezt kérdi. Mondják, nem kártyáznak maguk? Ahogy ezt kimondja, soma látom, már más szemet vet a ragadt szeműre. <laughs> Mi oda, hogy nem kártyázunk? Az a beszéd kivel? Magával. Ne is mondjam, hogy én már tudtam, a maszlaggal a halat nem szédíthetik jobban el, mint somát a kártyával. Értette is Soma az ördögbibliát úgy, hogy én le nem ültem vele soha. Hívhatott engemet. Mások se sokan, ha egyszer egy osztásra ültek le Somával. De ne is beszéljem ezt. Maradtunk abban a rossz szemművel ottan, hogy majd lemegyünk, aztán az ivóba. Később. Ezek sipisták, mondja nekem Soma. De ne reszkes, hogy én el nem bánok velük. De ne reszkes, hogy én el nem bánok velük. Én még nem is értettem jól, hogy a hamis kártyásokat hívják sipistáknak. De hát rábeszéltettem magam somával, hogy beülök én is a pártiba. Nem szívesen csináltam ezt én. Nem is másért, csak is azért, hogy mert tudtam, somát már nem egyszer vitték a kártyapártiból egyenesen a rendőrőr Soma úgy volt mindig, hogy ha nem azért verekedett össze a társai valamiért nyert, akkor azért biztosan, amiért vesztett. Keljen ez nekem? De mit csináljak? Hát lementünk somával az ivóba. A söntés persze már büdös volt nekünk. A fehér asztalosba ültünk. Lehetett úgy délután négy-öt óra. Soma harapnivalót rendelt, és sört ittunk. Az ivóban ültek két asztalnál. Valami félék feleségestől, lányostól, segédestől még két fekete ruhás valami papféle vagy kántorféle, sörözött, mint mi somával. Nagy ivószoba volt. Keveset mondok, tizenkét asztal benne, és három függő lámpa. Nyeljük már javában somával az uzsonnát, mikor egy kisebb ivó szoba felől jön be a mi ragadt szemünk. Á, itt vannak már, hát minek ide a nagy ivóba, minek nem a kis kérdi tőlünk, és hív. Inkább oda átra jöjjenek, ott kényelmesebb, itt bandahúz, húz, és zenebona lesz. De Soma néz rám, és fumigálva a ragadt szeműnek. Jó, az itt is nekünk, minek üljünk máshová. Így húza vona ide-oda a ragadt szeművel. Utoljára megint a kisivó ajtajából kukkan arra felénk egy pofa. Ez csizmában volt, magyar nadrágban, és olyan zekében, amilyen erre felé a gazdáknak, szekereseknek van. Szúra bajúsza, a kalapja félre csapva a kobakján. Kiáltja oda az asztalunkhoz. Hát, Máftyé, mi lesz, játszunk vagy nem játszunk? Mindjárt, mindjárt. Tessék még egy pillanatot várni, orosz úr. Itt a ragadt szemüm, oda. Egy pillanatot csak. Azzal Máftyé elkezdi nekünk magyarázni Somával, hogy ez az orosz úr egy gazdag bérlő. Nagyon gazdag. A vásárra jött, sok pénzzel. Ezt tölteni az időt szívesen kártyázással akármeddig. Jól letejeltethetjük, ha szerencsénk van, mert a kártyát alig olvassa és úgy áll a kezében a pakli, mint a kutya szájában a tojás. De van-e pénzünk? Mert kicsiben ez a bérlő nem játszik. Én csak hűlök rá jobban, hogy Soma erre nyúl a rongyos tárcájába, és kivágja az asztalra ragadt szemű maftyé elé a tíz pengőseit, és ezüstöt. Pénzt akar látni? A maftyé szeme, mint a Kandória sötétből, a pénzre rá és ránk aztán. <gül> Na, <gül> így lehet beszállni egy rendes pártiba. Hát, győjjenek! Csak lassan! mondja Somai és fal, és nyakal velem, és kínálja máftjét is. De az nem fogadja el. Csak sürgetne be minket a másik ivóba, hogy el ne szökjön a bérlője. Utoljára is azt mondja neki, hát csak nem kezdjük így gyomorra az ördög bibliáját. Menjen és tartsa ott addig szóval a bérlőjét. Máftjé, még jövünk. Megy is hát Máftjé el. Mindjárt csóválom a fejemet Somának. – Kell neked mutogatni ennyi pénzt! Soma csak röhög, és azt mondja, – is csak rám! Ezek alig, ha nem cinkosok. Azt figyelt hogyan tolok ki velük. – Na, gyere! Igen, de amint felállnánk már, oda jön az asztalunkhoz a kisasszony. Pincérek szolgáltak ki ebben a vendéglőben, tán négy is, de a fizető egy kisasszony volt, Janka kisasszony. Fiatal, formás lány volt ez ugyan. Virág a hajában is nagy plajbász tűzve bele a kontyába, a kis kötőjén pedig a fizető nagy bőrtáska. Szabad kérnem az urakat? Így áll elénk kedves kedve. Ha átmennek a blathoz, hozzák itt rendbe előbb ezt a kis tehet. Hát nem szökünk el, Mondja Soma, de nem sértődömmel a kisasszonynak. Még meg is tapogatja neki a gyenge fehér hátát a nyakánál. Mi? Janka kisasszony dűl erre bele a Soma karjába, és így Somának. Kár elmenjenek innen tőlem. Lekopasztatni magukat ezektől a ronda, kártyas pillerektől. A pinka nem az enyém, az a tulajdonosé. A veres pincér kezeli el neki, ez a lajos. Inkább mulassanak itt nálam, majd leülök magukhoz. Itt szépen húz a banda mindjárt. Hát Soma erre kacsingat nagyban a kisasszony szemébe is szorongatja váltig magához, de mégis azt mondja Soma, hm, lesz még időnk arra is ne féljen kis szívem, majd mulatunk. Én tőlem nem keresett ember még kártyán, csak rám bízza. Itt van az cehért. Szinte a szemem koppan rajta, hogy csoma egy forintot úgy nyom bele a kisasszony tenyerébe, hogy a kezét neki a táskája felé hárítja el a visszaadástól. Pedig ötven pénz se volt tán az uzsonnánk. Na hát, vágok is egy pofát somára, ahogy ott hagy minket a kisasszony. De soma kutyába se veszi, mit mondanék neki, hanem nagy délrel durral mászik rá és serpetéli. Ide hallgass! Kevés szóból érthetsz! ha az utcú kapott bankot játszok ezekkel, ahogy én akarom, akkor te csak mindig arra a csomó kártyára így, amelyik mellé én a bal kezemet teszem. Értetted? A pénzt ne sajnáld. Rakjad a lapot. Nekem nyersz. De tudod, hogy jutott mindig abból neked, ha nekem volt? Másról aztán ne tudj. Na, gyerünk! Hát ez az utcú bankod úgy megy, hogy a bankos kártya csomót emel az asztalra, ahányban megegyeznek, és minden csomóra rakunk tétet. Akinek nagyobb a csomó alján alap, az nyer. A bankos választ legelőbb egy csomót. Ha egyenlő a csomó alja, akkor is a bankos nyert. Hát jó, beleegyeztem Samának ebbe, ő adott a maga pénzéből nekem négy forintot apróban, hogy játszak, és ne verhessem a számat, hogy a magam pénzét haigálom a szerencsére. A kisívóban már egyik asztalnál járta a kártya, de táblával írásra játszott három kupecféle, meg egy gébicelt nekik. A mi maftjénk azzal az orosz nevűvel és még egy másikkal ült az éppen akkor jött oda egy frici nevű kéményseprő. szereztek ottan. Paroláztunk rendesen belük, és mind uraszta ottan egymást. A mi maftjénk is így kérdezte. Na, mit játszunk, urak? Én ajánlom a 21-est, az tiszta munka. Aztán még feljebb a ferblit. Hozzon ide egy tucat magyar kártyát, szólt már ez alatt a pincérnek orosz úr, a rámás csizmás. És a pincér rögtön ott volt egy csomag kártyával. A kártya szépen be volt pakolva sejen papírba, és le volt ragasztva bélyeggel. Orosz úr forgatta a kezében, és nézegette. Meg ahogy szoktak az ilyen paraszt bérlők, mind firtatta a pincértől ott előttünk. Hát ez az újonnan pakolt kártya, drágább, aztán mi? Valamivel igen, vágta rá a pincér, mert tulajdonképpen jó lenne nekünk egy tucat játszott kártya is. Kicsalitten közöttünk, egy se, és alulról is lehet osztani, ha a háta ismerős már a kártyának, vagy megsérült, mondta orosz úr. Ugyan már, ne sajnálja azt a pár krajcát, orosz úr, egy pakli tiszta új kártyától. Az biztos, hogy ezzel senki se játszott, zsörtölődött erre Máftyé oroszúrral. Az meg erre elkezdte a körmével bontogatni a paklikártyán a papírt nagy ügyetlenül. Utoljára is a paklit a Máftyé kezébe adta így. Na, hogy kell hát ezt felkaparintani? Csinálja maga, Máftyé! Meg ne sértsem a lapot, ne mondják a körmömmel, a rossz körmömmel! Nézem a soma pofáját. Soma hunyorít rám. Soma fintorítja az orrát, majd a fülőig, mint aki azt mondja, hé, de jól mulatok. Hogy mi leli somát? Én nem tudom. Elég az, hogy Mávtyé már fogja a pucérkártya tucatot, és kicsapja maga elé az asztal közepére. Adjak egy 21-es bankot, urak, vagy osszak Ferblire. Erre orosz úr azt mondja, Megálljunk. Én azt kikötöm, hogy én lassan számolom a lapot. Nekem az osztással nem sietnek. Ne féljen, orosz úr, szól erre maftyi. Szépen lassan játszunk, ugye, urak? Hát, leosztok egy tíz krajcáros ferblire. Mászni legfeljebb egy forint. Benne vannak? Mehet, mint a kéményseprő. Lehet, bólint orosz úr is. Ezek már ki is tettek apró pénzt ezüstöt maguk elé az asztalra. Orosz úr pláne egy öt forintos bankóra állított ki egy torony ezüstöt és kis torony hatost és krajcárt. Na, de mi a korság leli somát? Ez elkezd mellettem hangosan röhögni. És így ezeknek az uraknak. Csak lassan, urak. Csak lassan. Nem megy ez így. Mi? Hogy mi? Na, ez is az. Még én is ráállok somára itt a többi úrral, hogy mit akar hát. Soma csak röhög és nyúl a kártya után az asztal közepére. De soma csak alig úgy fogja, nézegeti a kártyapaklit, egy lapot felülről, alulról a közepéből, mintha csak babrálna a kártyával. Ezen közben mondja Orosz úrnak: Nézzék, urak! Én megmondom, hogy én csak az Istenbe bízok benne és úgy, hogy ő is csak akkor nem segít, mikor kéne a segítsége. Ha ő bizony! Forgatja Soma a két szemét a plafonnak, és keresztet csinál a kártyapaklival, mint akár a misés papa könyvvel. Oroszul csak bámul Somára. Máftyé is. Nekem csak úgy ugrál bele a torkomba a kacagás a hasamból. A kémény seprő Frici el is kezd kacagni hangosan csak orosz úr mered bamba pofával somára, és Máftyé. Mit akar ezzel? kérdi somát. Legyen szíves, mondja. Maga egy házfi. Maguk az egy háztól valók, habogja ránk orosz úr. De Soma csak teszi most már egyik lapot a másik után a tenyerére, és kezdi sorban a lapok hátát itt is ott is kaparni a körmével. mimmi. Mi? Mi baja magának ezzel a lappal? kérdi Somától Maftyi, akinek Soma a képéhez közelítette a tenyerén alapot, úgy kaparja a körmével. Csak ez a kis fekete szurok itten mutatja Soma a kártyán. A le nem köphette kérdi Máftyi. Tiszta új pakli volt, láthatta. Mit akar én tőlem? Úgy kaptuk ezt a gyárból szól a pincér is, egy veres sonyi fiatalember. Új csomag mind! Hogy ne, látom, mondja Soma a kártyán. Mind a négy ázt és mind a négy tízest. Leköpte a légy a gyárban kétszer-kétszer. Két -kétszer, felé az aján itten is a négy királyt meg a felsőket a közepükön. Én csak bámulok. Én se látok semmit a kártyákon. Oroszúr pedig Maftyéval együtt egészen oda van, hogy hát mit tudnak ők ahhoz, hogy micsoda létpiszok és szurok, és mi ragad egy pakli új kártya hátán. De már a kémény azt kezd nagyban biccengetni Somának, hogy hallott te fillét, hogy megjegyeznek új kártyát. Na mi lesz ebből? Már Orosz úr néz Maftyéra és az rá, és úgy fest, már Orosz úr, mintha kelne fel bosszúsan onnan az asztaltól. Hát hagyjuk a rontásba, ne játszunk. Megmarad a pénzem. De Soma erre így. Mondok egyet, nincs semmi baj. A kártya nem számít, ha mindenki felvirított lappal játszik. Ezt játszom. Mehet Ferbli, mehet 21-es, de felvirított lapokkal. Hát gilt? Ah, hát az ember meg se a lapját, mondja erre orosz. Máftyé pedig dühös, látom, mint a fene. Azt mondja Somának, akkor legyen szíves, engedje, hogy megkérjem, nem hívna el ki minket inkább nadrággombra játszani az udvarra. Igaz, virítós kártyával csak a gyerekek játszanak, mondja a kéményseprő is. De Soma így. Akkor mondok mást. Játszunk, kapott bankot. azt tiszta játék mert hogy csaljon az, aki az asztal közepén emeli szerte a kártyapaklit? Arra adok én is egy bankot, és állok minden tétet. Na, a kéménseprő hajlamos volt erre a játékra, de Máftyi és az orosz róktak, óktak, móktak. Ők nem alacsonyítják le magukat taknyos gyermekek játékára. Már úgy látszik, szétmegy a párti. De hát azon közben, hogy a kéménseprő megmagyaráztatta és megmutatta magának somával, hogyan megy az utcukapkodbank, oda jött a kéménseprőhöz egy másik. Ez egy kótásó mester volt, a vasútnak vállalt. Azon mód a munkából, csak úgy ingújban volt, még a fekete köténye is sáros. A kémény seprővel puszipajtás volt ez a kótásó, mert úgy állított az asztalhoz, hogy a kotrót hátorról fenéken rúgta. Az meg elköpött neki az orra előtt. Így köszöntek jó napot egymásnak. Hanem ahogy a soma magyarázatát hallotta a kótásó, azt mondja. Ismerem, igaz, ez tiszta munka. Ebbe beszállok én is. Gyerünk hát, négyesbe már játszhatjuk. Szólt a kémén seprő. Azzal Soma elkezdte rakni a kártyát, csomagokra az asztalra. Egy csomagot kiválasztott magának, egy csomag mellé a bal kezét tette Soma. Azt meg én raktam meg, ha csak valaki meg nem előzött. Így kezdtük a játékot. És így ment tovább is. Soma az nem nyert. Dehogy nyert? kitett maga elé vagy öt forintot apróba soma, és egy ötöst bankót. Már azt is felváltotta két kirakás után. De ki nyert? Én nyertem. Nyertem. És nyertem. Az volt a legritkább, hogy én tőlem egy tétet behúzott soma. A többitől inkább nagyon sűrűn. Na de ne felejtsem, hogy mikor maftyé és orosz urak látták, hogy a játék jól megy köztünk nélkülük is, hát... Sóráltak-sóráltak soráltak az asztal körül, belebeszéltek a játékba. Utoljára is úgy állva kezdték ők is megrakni a soma kártyáit. Addig-addig még beültek ők is rendesen a játékba. Volt hely még annál az asztalnál, akár ötnek is. – Micsoda? – még jött kettő, még jött egy, még jöttek játszani oda a Soma bankjára, tudom is én hányan és kik. Már alig futotta a kártyapakliból a csomagokra, hogy csoma kirakta az asztalra őket, és rakták meg. Valami fél nyolcas vagy fél kilences vonat érkezett be, amelyikre az egész fogadó várt, hogy vendégeket, básárosokat hoz. Hát akkor csak ugyan tömbe lett az egész kocsma emberrel. A nagyívóban rárántott a banda. Meg kellett hulladni abban a füstben, melegben, ami ott volt. De én már csak attól is megtébolyodtam volna, amennyi pénzt ott összenyertem. Mindig úgy gyűrtem a zsebembe egy-egy bankót, mikor kimentem félre való dolgomra. Már két ötös és egy tízes volt a belső zsebemben. Csak azon kívül, ami pénzt magam elétettem nyílt asztalra. Annyi volt még az egész bökkenő, hogy mert látták úgy nyerek mindig, hát Többen tettek a kezemre, és sokszor majd én juttattam tönkre a soma bankját. Igaz, hogy aztán úgy tettem, hogy ha láttam, rakják a kezemet, hát más helyre tettem a magam tétjét, keveset persze, nem a soma bal kezem elé. Így sokszor berántottam a gébiceimet, és aztán már nem raktak engem egy-egy darabig. Felolvasta. Korrek Mária.